Körülbelül 3 héttel, 1 hónappal ezelőtt a hátrányos helyzetűeknek volt egy ilyen adományosztás 60-ba, és ezen elgondolkozva az az ötletem támadt, hogy mi lenne, hogyha gyerekeket elvinnék kirándulni a hátrányos helyzetű nagycsaládos, több gyerekes, vagy árva, vagy félárva, vagy elvált szülőknek a gyermekeit. Sikerült beszélnem több emberre, többek közt a képviselőjelölt társaimmal, valamint Szabó Zsolttal, a polgármester jelöltúrral, aki támogatta az ötletet, és elintézte, hogy megkapjuk a buszt. Ahol dolgozom a Nosztalgia Kft-nél, ott is támogatásra találtam, és így a Szentendrei Skanzenba elhoztam több mint 40 gyereket. A Skanzenba vonatoztak, megnézték a tájházakat, végén vásároltak maguknak édességet, süteményt, és egy McDonald's látogatással zárjuk ezt a kirándulást. Igaz, hogy nagyon rossz időt fogtunk ki, egy nagyon esős időt, de remélem, hogy a gyerekek jól érezték magukat. Anyagnak hívták, ez pamut vászon, ez gyári kelme. Egy hónapja szerveztem a hátrányos helyzetűeknek egy adományosztási rendezvényt. Ezután fölkeresett a 60-i képviselőjelöltünk a 4-es számú választókerületből, Nádas Sándor, aki felajánlotta, hogy minden segítséget megadnak nekünk ahhoz, hogy nagycsaládos vagy egyedül nevelő szülőktől segítsek megszervezni, fölkeresni azokat a családokat, akik több mint 3 gyerekük van, meg egyedül nevelik a gyermeküket, hogy el tudnánk hozni egy kirándulás a Szentendrei Skanzenba. Én nagyon jónak találtam ezt az ötletet, főleg így, hogy minden segítséget hozzáteszem, anyagi támogatást megkaptunk a 60-i képviselő jelöltektől, köztük az országgyűlési képviselőtől, a polgármester jelölt úrtól, a Szabó Zsolttól. Így elmentem, fölkerestem egy pár családot ismerni, mivel gyerekem óvodába jár, elég sok családokkal szoktam találkozni, beszélgetni, és mivel nagyon szerettem a gyerekeket, így pozitívan, örömmel álltam a dologhoz, hogy segítsem a megszervezésben a Nádas Sándort. Én úgy gondolom, hogy a gyerekek, meg a családok, meg a szülők is nagyon örültek ennek az ötletnek. Örömmel fogadták. Rövid volt az idő, hogy mindezt megszervezzük, de úgy gondolom, hogy az örömükre sikerült minél előbb a család 46 gyereket elhoznunk ide a Szentendrei Skanzenba. A jó tanuló gyerekekre fogunk most összpontosítani, hogy legközelebb nekik szervezünk valami ilyen kirándulást, csoportos kirándulást, persze természetesen így, hogy minden segítséget megkapok a 60-i képviselőjelöltektől, így örömmel tudok segítkezni ebben a szervezésben. Magatokat! Yeah.